Hétfőtől már a jégen készül a Szapafehérvár AV19, ami jelzi, egyre közeledik az EBL szezon szeptember 7-i rajtja. A székesfehérvári jégkorong csapat életében több változás is történt az utóbbi időben. Posgai, Metcalf és Bailey szerződtetését már régóta lehetett tudni. Csütörtök délelőtt az is kiderült, az előző szezonban betegség miatt keveset játszó Erik Johansson visszatér Fehérvárra, valamint az is, hogy a volánban folytatja a korábbi kanadai válogatott csatár Frank Benem. A csapat életében mégis talán a legfontosabb változás, hogy az idei szezontól végre pénzt is kap a televíziós közvetítések után, a szurkolóknak pedig ezentúl is ugyanarra a csatornára kell kapcsolniuk, ahogy eddig, ha látni akarják kedvenceiket. Az elmúlt 4 évben a szakosztályunk guruló forintot nem kapott ezért a jogért. Most először van az, hogy egy nagyon komoly, és én úgy érzem, hogy korrekt megállapodás született az említett tévécsatorna és a szakosztály között. Az előző idényben a Szapafehérvár bejutott az osztrák hokiliga rájátszásába, de ott a Ljubljana ellen nem sikerült tovább jutni. A cél idénre sem változott, ott kell lenni a playoffban. Csak az lehet a cél ennek a csapatnak, aki mögött ennyi és ilyen komoly támogató áll, és kiemelném itt Székesfehérvár megyeújgó városát, oda kell kerülni a rájátszásba, még ha nagyon nehéz is lesz. Ezt a véleményt Kovács Csaba, a Volán játékosa is osztja. Tavaly is bejutottunk a rájátszásba, és az volt a kitűzött cél. Én azt gondolom, hogy idén is mindenféleképpen ezt szeretnénk érni. Ugye ezt láttuk, hogy a rájátszásban bármi megtörténhet. Sajnos szerintem korán távoztunk a rájátszásból, kiestünk az elmúlt szezonban. Bízom benne, hogy tudunk meglepetéseket okozni a következő szezonban. A Magyar Jégkorong Szövetségnek fontos a Volán EBL szereplése, így Kovács Zoltán főtitkár is reméli, jó szezon elé néznek a fehérváriak. Nyugodtan végig tudják csinálni a szezont, tehát ne legyenek semmilyen problémák, se szakmai, sem pénzügyi problémák. Én azt gondolom, ezt az Ocskai Gábor úr ugyan nagyon-nagyon sok munkával, de ezt az elmúlt 5 évben meg tudta oldani. Mi tisztában vagyunk vele, hogy ez egy borzasztó nagy teher, de azért azt is kell látni, hogy a Magyar Jégkorongnak a zászlós hajója a Fehérvár, hogyha ez a EBL történet nincsen, akkor valószínűleg a válogatottunk sem tartana ott, ahol most tart. A Szapafehérvár AV19-nél tehát sok minden változott, csak a célok nem, sikerrel kell szerepelni az EBL-ben, amelyhez biztosan hozzátesz majd jó néhány pontot a remek fehérvári közönség.